Jó estét kívánok, ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok, Kovács Kriszta a mai vendégem. Már nagyon vártam, hogy itt legyél, mert annyi kérdésem van, hogy őrület, most aktuálisan különösen. Szia, sok. Júli, és jó estét kívánok a hallgatóknak. Meg jó napot te. Meg jó napot, igen. No hát az apropója annak, hogy mi most beszélgetünk, az egy fantasztikus történet, ami úgy kezdődött, hogy téged egyszer csak meghívtak, mint a Baltazár Színház rendezőjét, Tájföldre. Hát ez úgy történt, hogy nekem egy barátom már olyan 10 éve ott dolgozik kint, önkéntes munkásként. Ő egyébként az ENSZ-ben, tehát Brüsszelben dolgozik, mindenfele röpköd a világban, és egyszer csak megszólalt a telefonom, hogy szia Kriszta, itt vagyok Pataján, és megkérdeztem itt a barátaimat, ugye itt ez a Father Ray School for Special Needs, tehát ez egy speciális iskola, hát főleg daunosoknak, autistáknak, tehát valamiféle sérült diákoknak tartják fönt ezt az iskolát, és ő ott önkénteskedett a Márta, és felhívott, hogy én beajánlottalak ide, hogy csinálnál-e itt velük valamit, volna-e ehhez kedved. Hát körülbelül így ennyit gondolkodtam, mint amennyit most hallottál szünetet. Mondtam, hogy igen. Azon gondolkodtál, hogy hogy gondolkodtál igen, egyáltalán. Igen, és akkor ugye ez volt tavaly áprilisban, és mondták, hogy de már gyere ki májusban. Hát mondom, az biztos, hogy nem fog sikerülni, de majd januárra esetleg akkor ezt összehozzuk. És akkor nagyon lelkesek voltak, és nagyon várták, hogy mit fogok kitalálni. Hát még én se tudtam, hogy de mi de lesz. De Lájel rögtön mondta, hogy a Baltazár Színház az, ami te ilyen nagyon komolyan benne vagy, és tudod, hát hogy azért, kell. Mert a Márta látott tőlem rendezéseket a Baltazárban, igen. Tehát ő oda mindig eljött, amikor én valamit ott csináltam, és azt ő nagyon szerette, nyilván gondolom, mert ezért hívott, hogy ez összerakta a fejébe, hogy akkor nekem ott biztos volna valami jó ötletem, hogy kitalálni valamit. Igen. Dolgozol igen. A Baltazár Színházban. És akkor így lett, hogy ez áprilisban eldőlt, és akkor én mindenfele írogattam levelet, hogy a repülő... Ja, akkor még felkértem a Rutka Andreát, hogy jöjjön a velem. A díszletet és a jelmeztőt tervezze meg. Mert hogy ő szokta a Baltazár Színházban is meg. Igen, vagy bárhol máshol csinálom, mindig vele dolgozom. Mindig vele dolgozom. És megkérdeztem a kintieket, hogy mehetünk-e ketten, mondták, hogy persze, nagyon szívesen, mert ez úgy néz ki, hogy ők adnak szállást, étkezést, más nem. Tehát ez az ellátás van. Ez az utazás dolgozunk, és az utazás magunknak kell megszervezni. De hát azért ez ugye a világ másik fele, hát 12 van, órás jó, repüléssel. Ugye? És hát nem túl olcsó a repülőjegy. Persze. Úgyhogy én elkezdtem mindenfele pályázgatni, hogy hát ha valaki támogatásra méltónak ítéli ezt a tervet, akkor már kitaláltam, hogy a fából faragott királyfit szeretném megcsinálni. Tehát a magyar tehát kultúra terjesztése. Tehát odaviszed Bartókot, odaviszed ezt a csodálatos táncjátékot. Igen, és ráadásul ez egy katolikus intézmény ott a nagy buddhista közegben, tehát egy nagyon érdekes hely. Majd erről is mesélek, hogy mi ez az intézmény. Mindenképpen. Csak még azt el akarom mondani, hogy nagyon tehát írtam mondjuk 5-6 helyre levelet, így teljesen kvázi ismeretlenül, tehát nem volt senki, aki ajánlott volna, és akkor egyszer csak szól a telefon, de hát tudod, amikor így megszólal az ember telefonja, és ilyen gyanús telefonszámok vannak, akkor azt nem veszi föl igen. Az ember. Úgyhogy akkor gyorsan utána néztünk, hogy mi ez a telefonszám, Tájföld, na akkor ezt visszahívom. Bármi lesz, ezt visszahívom, és kiderült, hogy a kinti tájföldi magyar nagykövet hívott engem, hogy ő megkapta a levelemet, ugye neki is írtam, hogy ez fantasztikus, ez zseniális, ő ezt mindenképpen akarja, és ő nagyon rajta lesz, hogy támogassanak minket. Ez volt áprilisban, de most még nincs pénz, de majd a második fél évben talán lesz pénz. Mondtam, jó. Hát telt múlt az idő, már szeptember, október, még semmi válasz, és akkor egyszer csak jött egy levél, hogy akkor
adjuk meg az adatainkat, mert akkor rendben lesz a repülőjegy, úgyhogy ez így végül is a magyar, kinti magyar nagykövetség így mellénk állt. Én emlékszem arra, amikor valamikor a múlt év végén találkoztunk, és olyan lelkesedésem mondtad, hogy ez lesz, rögtön lecsaptam rá, hogy akkor majd elmesélem utána nekem a Dobszerdában, mert hát azért ez tényleg olyan, mint hogyha egy álom lenne, hogy ilyesmit megtehet valaki, akinek a vérében van. Egyrészt az a fajta kíváncsiság és érdeklődés, ami az ilyen típusú nehéz feladatokat illeti, vagy jelenti, meg hát, hogy ennyi tapasztalattal rendelkezel már nagyon hasonlóan kezelendő, vagy mozgatandó emberekkel, akiknek vannak nehézségeik, miközben nagyon lelkesek. Hát a Baltazár Színház az mindenképpen nagyon fontos témája lesz a mai beszélgetésünknek, de akkor először meséld el, hogy mindez hogy történt meg, tehát egyrészt miért gondoltad, hogy a fából faragott királyfi az ott is földet tud érni, tehát hogy igazán megértik és befogadják? Én úgy gondoltam, hogy a fából faragott királyfinak a meséje, a Balázs Béla mese, az egy nagyon szép mese, és nagyon szomorú. mély mese. Hát a vége nem szomorú. A vége már nem az. Nem, de tulajdonképpen feladja. Arról szól, hogy a külsőségekbe szeretünk bele, nem az igazi értékbe, és azután rohanunk, és amikor kiderül, hogy az üres belül, az nem ér semmit. Tehát tulajdonképpen ez a mese, úgy ez gondolom, róluk hogy ez... szól, ez egyetemes, egyetemleges. Hát de róluk is szól. Igen, igen. Ugye kifejezetten a sérült emberekről is szól ez a mese, mert hogy az ő értéküket általában nem úgy szoktak mérni, ahogy pedig kéne. Igen. Tulajdonképpen így. Tehát én beleszerettem abba, hogy ez egy érthető történet. Én inkább attól féltem, hogy a Bartók zenével ez hogy lesz, mert a Bartók zene azért nem egy könnyű zene. Mm-hmm. Csodálatos zene, én most már ismerem Töviről Hegyire tényleg, de nagyon nem egyszerű. Rendeztél kellett... te valaha Bartók táncjátékot, vagy operát? Nem, semmiet. Úgy nem áll tőlem, az én zenészénemtől ez messze egyáltalán, de hát át kellett gondolnom, hogy ezt én hogy fogom ott megcsinálni. De most, hogy visszajöttem, Juli, most komolyan mondom, nem is tudom, hogy mertem én ebbe belevágni. Mert? Ezt a legkomolyabban mert mondom. Mert semmit nekem. Nem tudtál arról, azért, hogy mert nem van. Tudtam, hogy ott mi lesz. Uh-huh. És hogyha én ott nem találok a 25 részvevőből három tanárt, akikre ki tudtam osztani a három főszerepet, akkor ezt mi nem tudjuk megcsinálni. Tehát az ottani sérültekkel nem tudtál volna úgy dolgozni, mint a Baltazár színházasokkal, akik évtizedek óta tanulják nem, a színész mesterséget. Ők egész a baltazárosok profinálnak hozzá a dologhoz, és akarják csinálni. Ezek a gyerekek pedig... csinálnak ugyan ilyen kis táncokat, meg ilyen kis bűvésztrükköket, beszoktak mutatni, tehát ilyenekkel foglalkoznak velük, de azt, hogy ők egy előadásban részt vegyenek, és kvázi színészként vegyenek részt egy produkcióban, ez nem volt ilyen. Tehát csak gyerekek, vagy van ezek, a felnőttek ezek középiskolások is voltak, középiskolások. És három fiatal tanár. Tehát ez volt azért nagy mázlim, hogy a három fiatal tanár, egyszerűen simán ki lehetett rájuk osztani. Ráadásul tájföldi emberek? Igen, ők tájuk, igen. Milyen nyelven tudtatok kommunikálni? Hát ez volt a másik, hogy én kértem előtte, hogy mindenképpen legyen egy tolmácsom. És hát ez hol volt, hol nem volt. Uh-huh. Úgyhogy az elég nehéz volt, mert úgy rendezni, hogy elmondod, hogy mit akarsz, és még avval tökölni, hogy nem tudod ezt neki elmondani. Hiába van egy fordító készülék a telefonjában az embernek, akkor abban, amíg bemondom, amíg azt lefordítja, amíg nézi, az nem az a kapcsolat, mint amikor beszélek persze hozzá, és egy tolmács rögtön mondja. De szerencsére aztán volt egy ilyen. Milyen, egy angol, vagy egy magyar, nyelvű? Egy táj lány volt, aki nagyon jól beszélt angolul. Angolul, tehát angolra tolmácsolt. Angolul ment végig persze a beszélgetés, meg a instrukciók, meg minden, és akkor ő tolmácsolta nekik. De volt, hogy ő nem ért rá, mert ő csak ilyen kisegítő volt ott az iskolában, és amikor volt, hogy ő nem volt. És akkor elég nagy bajba voltam, de akkor meg már, vagy akkorra meg már annyira érezték, jól, hogy miről van szó. Igen, annyira jól el tudtam nekik magyarázni, hogy tulajdonképpen előjátszással, kézzel, lábbal, mutogatással, mindenhogyan, akkor
el tudtam mondani, hogy mit akarok, és meg is csinálták. Küldtél nagyon sok blog jegyzést arról az utazásról, de azt hiányoltam, és nagyon remélem, hogy van ilyen, ahol videón látható az a felkészítési folyamat, amelyel ti ketten ott megjelentetek és dolgoztatok. Igen, igen, van ilyen, tehát videózgattunk össze-vissza, csak még nem raktam sehogyan össze, de össze fogom rakni, még nem volt rá időm. Mert az csodálatos lehetett egyrészt az ismerkedési része, másrészt a megértetése annak, hogy te mit szeretnél. A visszajelzések, ezek mind nagyon érdekelnek. El lehet mondani? Hát el lehet, persze, tehát... Nagyon érdekes volt ez a munkafolyamatnak a tapasztalata számomra, hogy az elején, ahogy mondtam neked, a diákok úgy nem vettek részt, tehát úgy elnézelődtek, úgy elbambultak, de nem láttam rajtuk semmi aktivitást. Hú, mondom, ez nagyon nehéz lesz, hogy lehet őket bevonni. Hát el kell mondjam itt a hallgatóknak, hogy ugye van a három főszereplő, a tündér, aki tulajdonképpen irányítja az eseményeket, és én úgy választottam ki ezt a tanárt, hogy ő amúgy is irányítja őket. Tehát ő nagyon jól összefogta őket. Van is valami narráció? Nem, szöveg nincs a darabban. Azt de... tudom, de hogy te nem találtál ki valamit. Nem, én nem akartam semmit, mert ez magáért beszél, úgy gondolom. Hanem ő, itt én azt találtam ki, hogy ő irányít mindent. Tehát a fák... és tehát a természetet játszották a fiatalok. Tehát ők voltak az erdő, ők voltak a folyó, vagy patak, tehát ezeket ők játszották, és mindezt a tündér vezényelte. Tehát az egy nagy segítség volt, tehát ilyen rövid idő alatt ez nem ment volna, hogy... Tehát amikor ő intett nekik, akkor ők fújt a szél, akkor hajlongtak, és akkor ebben tudtunk játszani. Vagy ő felállította, vagy leültette őket, tehát, vagy a patak, hát két szép ilyen gyönyörű kéket, mint ami rajtad van, egy ilyen hosszú nagy lepel, azt megemelték, és avval volt. Ezt Andrea ott játék. Szerezte be, a kéket? Hát az egy másik történet. Ja, majd azt utána mondod el. Igen, igen. Tehát, hogy ez nekem nagyon, nagyon jó volt, hogy ez az én tündérem, ez egy ilyen nagyon határozott, erős egyéniség, és hogy úgy vette az instrukciókat, mint egy kész színész. Tehát fantasztikus volt. Akkor volt, aki a lányt játszotta, meg a fiút játszotta. Hát aki a fiút játszotta, az nagyon édes volt, mert azt mondja, hogy inkább a hercegnő szeretne lenni, és akkor a többiek röhögtek, és nem értettem, hogy miért. Hát kiderült, hogy ez egy meleg fiú. Igen. De ez ott annyira természetesen vállalt dolog. Tehát ebben semmi prüdéria nincs bennük, és semmi szégyellőség, teljesen elfogadóak, és teljesen nyitottak. Úgyhogy ő lett a herceg? De ő lett a herceg, és amikor kellett, ő nagyon férfias. Hercegnő? Nem, ő a fiú az a herceg lett természetesen, és a lány pedig a hercegnő. De hát mi úgy gondoltuk Andreával, hogy ez egy mai történet, és igazság szerint van egy mai nyugati civilizációt képviselő magyar fiú, tehát azért ragaszkodtunk, hogy neki piros zakója legyen, fehér ruhája, és a kalapján van egy zöld szalag, tudod így, ami összefogja a kalapot, az egy kis finom jelzés. Nem piros-fehér zöld, hanem zöld. Igen, zöld, bocsánat, igen, tehát piros-fehér zöld, igen, tehát világos. Egy pici jelzés. A lány meg egy mai táj lány, de egy művész, tehát egy festőművész, de olyan, aki benne van a természetben, akinek virágok vannak rajta a hajába, és ő is fehérben van, és hát költségvetés nem volt, tegyük hozzá, tehát nem volt itt semmi, és hogy erre pénz legyen. Valahogy ugye elmondta az Andrea, hogy hát hogy úgy akarjuk, hogy a zöld különféle árnyalataiba öltözzön az erdő, és valahogy ők ezt megvették. Tehát mégis vettek ilyen nagyon szép sejmeket, felöltöztették. Tehát akkor értették hát ezt a koncepciót. Igen, ők tudták a méreteket, meg mindent, tehát ebben mi nem is volt erre idő meg lehetőség. És a másik nagyon jó dolog volt, hogy én először, amikor terveztük, hogy kimegyünk, gondoltam, hogy hát a három domb, amin elhelyezkedik a tündér, a fiú meg a lány, hát az majd három létre lesz, gondoltam én, mert ez egy ilyen workshop lesz, és ehhez képest elvittek minket az első nap, hogy ebbe a színházba lesz a bemutató, és bevittek minket egy 7 nyelven beszélő színházba, 800 személyes színház. Ezt nem is tudtad előre. Nem. És hogy itt lesz a bemutató, és
nézzük meg, ott egy egyébként egy ilyen transvestita show ment, de nagyon ízlésesen és rendkívül profin, és mi elájultunk, hogy ott mit tud a színpad, mit tudnak a díszletek, és LED lámpák, intelligens lámpák. Ez ott Pattajában a tengerparton? Ott, és ott naponta háromszor lemegy ez a show, ami tök színvonalas volt, mert bemutatott mindenféle tájnépviseletbe és táncokba a különféle régióknak a táncait, tehát nagyon jó volt. És mi ott tanulmányúton voltunk, tehát nem kellett jegyet venni, megnézzük, hogy mit tudunk ebből használni. Azt mondták, bármit használhattok. Na most aztán ez változott, mert bementünk a színházba, és amikor mondtuk, hogy nekünk kell, kinéztük a showból a tündérnek egy ilyen gyönyörű fekete palástot, hát az nem lehet, mert az játszik az előadásban. De egyszerűsítettük a dolgot, tehát a fiúnak csak kellett egy piros zakó, és azt megtaláltuk, azt megkaptuk. A lány a saját ruhájában jött, és csak virágokkal volt díszítve, és tehát ezek mai figurák. A tündér, ő a mesét képviseli, az álmokat, a halált, a holdat, az éjszakát, ezt így mindegyütt, meg azt a fajta szerelmet, vagy fene tudja, ami... Hát egy vonzalom, egy gyönyörű igen. vonzalom. Tehát amiért ő nem hagyja ezeket összejönni. Igen. És a mi felfogásunkban pedig ő az, aki ezt kitalálja, hogy a fiúnak ezt az egyik fadarabot oda támasztja az erdőnek, és az fiú észreveszi, és akkor ebből indul ez a játék, hogy ő öltöztesse föl, és akkor fölöltözteti a saját ruháiba. És ő hát lesz a fiú, a fából faragott király. És az lesz a fából faragott királyfi, és ezt mutogatja a lánynak, aki nem figyel rá, akkor figyel rá oda, amikor a fiú a saját díszét, ami nem más, ezen mi nagyon sokat rögtünk Andreával, a nyakába vesz egy bankkártyafüzért. Ezt ők találták ki? Nem, ezt mi találtuk ki, hogy bankkártyák kinagyítva, egy-két aranyláncon, vastag aranyláncon, így a bankkártyák lógnak, és amikor elindul, ugye bejön a fiú, telefonál, és nagyon elfoglalt bizniszmen, és rettenetes, és akkor úgy leindul, hogy elmegy csajozni, és hát fölveszi a bankkártyát, tehát fölveszi a zakót, a kalapot, és hát a bankát, a pénz. Na most nagyon érdekes volt, ezt csak zárójelbe teszem neked most hozzá, hogy egészen megdöbbentően sok olyan párost láttunk Pattaján, a tengerparton, hogy öreg, rozzant, 80 fölötti fehér férfi, amerikai, európai, kanadai, mit tudom én milyen, egész fiatal lányokra. Volt, aki azt mondta, hogy igen, ez egy már egy kifejlődött iparág, mert a nyugdíj után már elment a családja, a gyerekei, és az öreg korát úgy akarja élni. És akkor megvesz egy ilyen csajt, aki egy darabig, amíg ő még bírja, akkor a felesége, aztán utána legalább ápolónője is lesz. Hát, na ezt láttuk, és kicsit ez is benne volt nekem ebben a gondolatban, hogy felszedi a csajt, és a csaj csak a pénzre megy. És amikor ezt a bizonyos nyakláncot fölveszi. Így jött az ötlet. Így jött az ötlet. Felveszi a nyakláncot, akkor a csaj arra már ő is lejön, és akkor beleszeret ebbe a fabábúba, akit a mi előadásunkban a tündér mozgat végig. Aha. Úgyhogy ez volt az elképzelés. Hát nagyon érdekes, és hozzá Bartók zenéjét próbálom oda képzelni. A Bartók zene, én azt avval segítettem ki magamat, mert hát ugye az ember részenként próbál itthon, vagy jelenetenként, vagy hogy hát föl kellett szabdalnom, mert ezt először nagyon vicces volt, amikor fölkészültem, 39 részre vágattam föl itt ismerősökkel, azt állítottam, hogy ez nem lesz így jó, és végül is 11 részre sikerült felszabdalni, úgyhogy akkor úgy tudtunk próbálni, hogy egy részt tudtunk, és a színházban is az egyetlen egy próbánk, ami egyszer próbáltunk plusz világítás, ott is így a 11 részt lement egy. Egyszer próbáltatok csak? Tehát ott a iskolában sem dolgoztatok hát, a próbákra? Nem, most a fényt mondom meg a színpadi próbát. Tehát a színházban egy
komplet ja, próbánk volt a látványt. Csak egyszer tudtátok kipróbálni. Ja, és de... abból választottunk, amit mutattak nekünk. Uh-huh. És én úgy gondolom, hogy így is gyönyörű lett, de még lettek volna ötleteink, csak nem volt idő. Szóval persze. Nem volt idő még más effektekkel. Tudom, hogy maximalisták vagytok mind a ketten, igen, elég jól ismerlek eleteket, hogy el tudom kézzel, hogy fájt, ha valamit nem sikerült tökéletesen. Hát még láttunk abban a showba korábban ilyen gyönyörű forgó, meg nem tudom miket, de hát ez már mind nem sikerült, meg szerettük volna a magyar zászlót finoman rávetíteni jobbra, meg a táj zászlót, ez se sikerült, mert hát ugye a mi előadásunk is arról szól, hogy a végén ezek egymásra találnak, és akkor a táj magyar barátság. Igen. De ez kívánalom volt, vagy nem, ezt ti magatok nem, ezt gondoltátok? Mi gondoltuk beletenni pluszba. Nem tudom, hogy így mennyire derült ki, mert nem volt feltűnő a fiúnak ez a ruhája. De mindegy is egyébként. De a próbákat, azokat az iskolában szervezték. Annyira vicces volt. Először bevittek egy körülbelül ekkora terembe, mint a stúdió, hogy itt próbálnánk. Mondom, és ezt mégis hogy gondoljátok a 25 emberrel? Erdő, fák, minden. És akkor így keresgéltünk nagyobb termet, végül is, mert hát, hogy nagyon meleg van, hogy legyen légkondi. De nem találtunk ott az iskolába, és akkor az iskolának az előtere, ahol gyakorlatilag a halban tudtunk próbálni, hát mindig átmászkáltak rajtunk, megdöglöttünk a hőségtől, nem volt légkondi, de ott legalább elfértünk. Mm-hmm, tehát ott próbáltatok. Hogy fogadtak ott titeket? Tehát ezek a fiatalok, akiknek egyébként is elég sok nehézség van az életükben, és akkor még egy ilyen rátevődik, nem voltak dühösek, vagy nem voltak veszekedések, vagy idegeskedések? Nem. Inkább azt mondanám, hogy az a kezdeti érdektelenség, ami nem nekünk szólt, hanem úgy általában egy kicsit a világ felé, tehát nehezen oldodnak, mozdíthatók, igen. Tehát ők nagyon el vannak a saját világukba, én ezt látom, uh-huh. ezek az emberek. És az elején még így nem tudtuk elkezdeni időben, olyan minden olyan nagyon lassan ment, olyan nagyon nyögvenyelősen, és aztán ahogy haladtunk előre egyre inkább, azt láttam, hogy már úgy várják, hogy akkor ebbe ők részt vesznek. Tehát, és a végére oda nagyon, csináltak nekünk egy búcsúbulit, mikor eljöttünk előző nap, és hát ott a tanárok, ott a fiatalok nem voltak, mert az este volt, de a tanárok egy csomóan, meg az egész iskolából műsort csináltak nekünk, vetítettek, felvettek kis videókat, amikről nem tudtunk, és azokat levetítették nekünk, tehát rólunk. Nagyon helyesek voltak. Tehát minden sikeres volt végül is, és ráadásul olyan helyen voltatok, hát a legszebb tengerpart, nem? Azt is elmondom, csak még az iskoláról annyit, hogy ezt egy amerikai atya alapította valamikor a 70-es években. És azért, mert magát ezt az iskolát, tehát ez a Special Needs, ez 2007-es, de az egész intézményt, ami egy óriási nagy területen húzódik, és van benne, ugye ez az iskola, akkor van benne egy nagy szálloda, tehát óriási szálloda, van benne kolostor, van benne egy templom, mégpedig egy olyan templom, ami kívülről egy buddhista táj gyönyörűség, olyan, mint Bangkokban a Grand Palace, tehát az annak egyik kicsinyített mását építették meg, és belépsz, és belül egy katolikus templom. Tehát úgy van megépítve. Hogy vannak egymással a kétféle vallás, a buddhizmus és a katolicizmus ott ezen a helyen? Én szerintem az teljesen nem nyitottan sokat, és megértően. Nem tudom egyébként a részleteket, de azt látom, hogy ezt lehet, hogy egy buddhista templomba beleraknak egy, tehát belül egy katolikus, és úgy is. A buddhizmusról az lehet tudni, hogy egy rendkívül nyitott persze. Vallásra, egyáltalán vallás, mert nem is mindenki mondja azt, hogy ez egy inkább egy gondolkodásmód, vagy filozófia, és hogy abba belefér végeredményben mindenféle. Hát amit ilyesmi. A tengerpartról mondasz, hát az a helyzet, hogy mire mi leértünk a tengerpartra, akkor volt mondjuk 4:30, és 6-kor lemegy a nap. Úgyhogy ott eléggé azon a részen ez a tele van a kikötő hajókkal, jönnek a jetskik, tehát ott annyira nagyon nem, meg mögötted ott van a város, tehát rögtön ott dübörögnek az autók, tehát annyira és nem illúzió keltő. És milyen város ez a Pattaya, milyen típusú város? Szép? Hát vannak nagyon szép részei, inkább így mondanám, illetve ez a kikötő is este szép, de hát vannak valami elképesztő rondaságok. Egyébként az is nagyon érdekes volt, hogy
hogy mintha nem lenne semmiféle építési, vagy városkép, vagy valami. Szabályzat. Egymás mellett vannak a putrik, mellette kinő egy óriási, nem tudom hány emeletes, 40 emeletes ház, tehát, és a teljes elhanyagoltság mellett a legnagyobb luxus. Tehát nem is érti az ember, hogy van. Tehát nagyon, különbségek nagyon, és nagy, nagy. De gondolom az lehet, hogy előbb-utóbb fölvásárolják és beépítik. Hát nyilván, hogy ez a legtöbb helyen így van. Még egy pillanatra visszatérek az iskolához, hogy hány tanulója van? 850, azt hiszem. És a szálloda az a, nyilván azért van, hogy eltarthassák az iskolát, vagy azért így képzelem. Is, meg ott van vakoknak is egy intézménye, vannak kerekesszékesek, van egy kórházi rész, van egy teljesen önellátó ilyen javító műhely, ahol az összes, tehát bármi meghibásodik, akkor azt ott helyben megcsinálják, és a másik, hogy önmaguk, tehát azok dolgoznak ott, akik itt, hogy így mondjam, végeztek, tehát munkalehetőséget adnak. Tehát visszakerülhetnek nekik. Oda. Ki tartja fenn az egészet? Hát ez egy alapítvány, teljesen szerteágazó tevékenysége, tehát ők is dolgoznak, van, hogy csinálnak, nem tudom milyen csomagokat, ott láttam, hogy csináltak, meg csomagolták, küldték. Ebbe annyira nem láttam bele, de azt látom, hogy nagyon sokféle tevékenységet csinálnak. Ja, és még a legfontosabb az iskoláról, hogy ezeket a gyerekeket a rendes intézmények, az iskolák nem fogadták be. Tehát nem tudtak hova menni ezek a gyerekek. Nem kötelező befogadni. Hát ezek szerint nem, tehát nem akarták ezeket befogadni, és akkor erre megcsinált ez a Father Ray. Csodálatos. Hát ez nagyon-nagyon jól hangzik, és hát gondolom, hogy a baltazárosoknak el fogod mesélni. Igen. Felmerült bennem, de biztos, hogy butaság, hogy ha már megcsináltad ilyen gyönyörűen a fából faragottat, nem ajánlod-e fel Dóráiknak, Elek Dóráiknak a Baltazárban? De én fölajánlottam, és biztos, hogy beszélünk róla, hogy mert most nekem nagyon nagy kedvem volna velük is megcsinálni, mert nagyon-nagyon jó lenne. Igen, és meg simán ki tudnám ott is osztani, úgyhogy nagyon szépen meg tudnánk csinálni, hát majd ezt meglátjuk a jövő zenéje. Beszéljünk egy kicsit a Baltazár Színházról, amit jó néhány évvel ezelőtt oda kerültél, tehát nem te kezdted, mert Elek Dóra találta ki. Hát 26 éve kezdte pont januárban, volt a születésnap. És most te mikor nemrég, kapcsolódtál én már be? 14 éve itt vagyok. Rendezel is, sőt, játszottál is, volt olyan darab, és nagyon sok mindent csináltál itt, ami... Tanítottam is, igen, most inkább rendezek, tehát... Igen. Hogy milyen darabok azok, amelyeket sérült gyerekek, sérült felnőttek, mert itt felnőttek is vannak a Baltazárban, de olyanok, akik a színészmesterségről már nagyon sokat tudnak. Tehát, hogy nekik milyen típusú és milyen koncepciójú darabokat kell előkeresni, te hogyan gondolkozol akkor, amikor ott van dolgod? Itt visszakanyarodok az első darabra, akkor éppen tanítottam, és én akkor a tanításhoz megtaláltam az Örkény egyperceseit, és azt gondoltam, hogy ez nagyon való nekik, és befogadható, olyan hosszúságú, olyan méretű, és valahogy az Örkény abszurd humora az ő alkatukhoz nagyon izgalmas lesz. Igen, azt azért mondjuk el, mert lehet, hogy nem mindenki tudja, hogy a Downcore... A Down-szindróma pontosabban. Down-szindróma. Igen, nem is szép ez, hogy Downcore. A Down-szindróma az a piszi most. Az együtt jár valamiféle, azt hiszem általánosan orvosilag is lefektetett, pozitív vizmussal. Tehát ezek az emberek általában sokkal többször mosolyognak, sokkal vidámabbak tudnak lenni, sokkal nyitottabbak, mint az átlagember, én így tudom. Hát az ő érzelmi intelligenciájuk, vagy nem tudom, hozzáállásuk, hát az mámorító. Tehát az ember oda bemegy, és akkor körberuhannak, megölelgetnek, megpuszilnak, tehát így indít. El fogod nekik mesélni, hogy mi volt a persze, persze, hát nagyon várják, hogy... Gondolom. Hogy értem, tehát, hogy de akkor biztos, hogy ebből is indulsz ki, ebből a tudásból, az ő pozitivizmusokra építed azt, amit kitalálsz, hogy mi az, amit ott velük el lehet végezni. De meg kell, hogy mondjam, nekem nem jutott eszembe, hogy én ott rendezzek, hanem az Elek Dóra bejött egy órára, hozott vendégeket, és akkor utána oda jött hozzám, ez volt 2000, nem is tudom hányba, 15-be, hogy hát ezt nincs kedved ezekből rendezni egy előadást, és akkor
így maradtam. Te rendeztél már korábban? Én rendeztem, tehát én csináltam, és a Dóra látott is Antigone produkciót, tehát csináltam saját produkciókat. És akkor, mondom, ez milyen érdekes ötlet, mondtam neki, adjál pár napot, hogy kitaláljam, hogy fel tudom-e valamire fűzni az egyperceseket, és akkor ezek lettek a naplók, ami Törkény és felesége között játszódik. Remek darab lett belőle, és nagyon sikeres. És nagyon-nagyon úgy gondolom, hogy valami olyat tudnak ők hozzáadni, amit senki ehhez. Erről egy kicsit tudsz szavakkal is képet nyújtani, mert azt hiszem, hogy ez nagyon jó lenne, ha sokan tudnák, hogy micsoda egy fantasztikus dolog ez a Baltazár Színház, és hogy azon kívül, hogy igazi rendes művészeti élményt nyújtanak, azon kívül ők maguk olyasmit kapnak, azt hiszem, amit semmi más módon nem lehet nekik nyújtani. Tehát a művészettel találkozásuk az a csoda ebben. Az is, és én úgy gondolom, hogy, mert mindig mondják, hogy hát persze, ugye ahhoz képest jó, de én úgy gondolom, hogy ezek az előadások nem ahhoz képest jók, hanem ezek az előadások nagyon, tehát megütik azt a mércét, amilyen bármilyen színházi előadástól az ember elvár, és hát látványban én mindig, tehát korábban is nagy rajongója voltam a színháznak, amikor láttam őket, és mondom, úristen, hogy az Elek Dóra milyen víziója van, és milyen csodálatos előadásokat rendez. Ezért is ütött engem szíven, hogy úristen, hogy fogom én ezt a szintet így megütni, és de hát szerencsére ugye Rutka Andreával azért mi nagyon jó csapat vagyunk, úgyhogy azért Van már abban tapasztalatunk, hogy hogyan lehet a nagyon piciből sokat, vagy azt a pici látványt megcsinálni, hogy azért az jó legyen, és igényes legyen. És az nagyon fontos, hogy textilművészként is hihetetlen ötletekkel szokott előállni, úgyhogy biztos, hogy ez itt valami olyan szinergia működik közöttetek, amitől ez az egész ennyire sikeres tud lenni, hogy kell velük dolgozni, tehát mint rendező, mit tapasztaltál, hogy tanítod meg mondjuk a szöveget nekik, vagy hogy érteted meg velük, hogy mi az egésznek a lényege, amit meg akarsz mutatni? Hát az Örkény esetében, meg bárhogy is, hiszen még amit kérdeztél, hogy lesz darab, hát van egy házi szerzőnk, Vörös István, igen. És akkor a következő két neki. Darabnál az volt, hogy én elmondtam, hogy mit szeretnék, és a Dóra is úgy dolgozik, hogy elmondja, hogy mi a téma, vagy ő mi jár a fejében, mit szeretne csinálni, és akkor az István megírja, és akkor ezen dolgozunk, vagy dolgoznak ők, tehát ez így nagyon jól működik az Istvánnal. Akkor a Szirtes Edén Mókust behoztam én ide a csapatba, ő is most már ő ír mindent ide a zenének, amikkel... Tehát a zenét is írja meg, de a szöveget nem? Nem, a szöveget az István írja. Vagy a Péter, Fábri Péter is szokott a írni Péter... szöveget. Oda még nem írt, azt hiszem, még nem írt a Baltazárban. Nem írt? Nem, emlékeztem volna rá, de akkor rosszul emlékszem. Nem. Úgyhogy ez egy azért jó az Istvánnal dolgozni, mert az István már ismeri a színészeket, és úgy tudja azt a kevés szöveget, hiszen visszatérve az előző kérdésedre, hogy tanuljuk a szöveget. Van olyan színészünk, aki nagyon nehezen tanul, de van olyan, aki nálam tízszer jobban tanul, mert egyszer elolvassa. Ja, mert ez is Balázs, benne van ebben. Egyszer elolvassa, és adott elmondja egy rögtön, betegségben, plusz hogy... még visszafele is elmondja. Mert vannak köztük autisták is. Igen, vannak. Mert igen. Az autizmus esetében az egy csodálatos pozitívum igen. A betegségtől eltekintve. És mindehhez még járul a tehetség, a hozzáállás, amit ők már nagyon tudnak, igen. Hogy hogyan álljanak a munkához, és dolgoznak, mint a kis angyal. Kriszta, próbálom felsorolni, hogy te mi minden vagy. Ugye a rendezőről most elég hosszan hallottunk. Igen. Énekművész vagy, énekes nő? Minek nevezed? Színésznő, énekes nő. Színésznő vagy, igen, tanítasz, vagy tanítottál. Esteket szervezel, rádióműsorokat készítesz, televízióműsoraid is vannak. Azon gondolkoztam, hogy ez az elképesztő sok színűség, aminek persze van egy magja, és igen. Nyilván minden AV köré épül, de hogy ez miből jön, a saját életedről mesélni le egy kicsit, te honnan jöttél? Hát van egy rádiógyerekkorusos múltam, ami fontos, tehát egy zenei
hozzáállás a világhoz. Tehát az picikorodban kiderült, hogy nagyon szépen énekelsz? Nagyon picikoromban. Előbb énekeltem, mint beszéltem. Komolyan? Igen. Úgy, és a családban volt ilyen jó hangú ember? Hát a nővérem is, meg hát a szüleim, ők nagyon, tehát nálunk mindig szólt a zene. A rádió, milyen a Bartók zene. Mindig szólt a klasszikus zene. Bár a szüleim, ők műszaki emberek, tehát apukám mérnök volt, már nem él, anyukám műszaki rajzoló, hát már nyugdíjas, de nálunk a zene, tehát az központi dolog volt, és természetes volt valahogy, mert hogy mind a ketten a nővéremmel, a Dórával jól énekeltünk, hogy akkor mi megyünk a rádió gyerekkórusba, és akkor Dórát fölvették, és utána már rögtön engem is fölvettek, mert azt szeretik, hogyha hogy testvérek mennek. Mm. Úgyhogy nekünk az egész gyerekkorunk az volt, hogy utaztunk már akkor is. És a Vali nénivel, meg a... Vali néni Laci bácsi. Laci bácsival, ugye igen, híres... rádió kórusnak a két, azt hiszem, nagyon jó vezetője voltak ők. Igen. Botka Valéria és Csányi László. Már egész pici koromtól fogva, ezt csak így most visszagondolok, hogy honnan lehet ez a munkabírás, vagy munkakedv, vagy mánia, hogy egész pici koromtól kezdve be voltunk fogva a kórusba, plusz én tanultam zongorázni, plusz még akkor még sportoltam is, és nem, még nem tudtam, hogy mi a fontosabb. Most akkor sportoló leszek, vagy... Milyen vagy. Sportoló? Atléta? Igen. Mindenféle, uh-huh. Igen. És szertornák, meg nem tudom, csináltam sokáig, csak aztán reket voltam mindig a kórus próbán, és akkor el kellett dönteni, hogy mindig ittam a hideg vizet, amikor kivoltam melegedve, és akkor el kellett dönteni, és akkor a kórus mellett döntöttem, meg az éneklés mellett, és tehát pici koromban hozzászoktattak ahhoz, hogy nagyon sokat raktak ránk. Hát nem tudtuk, az iskolában úgy tanultunk, vagy úgy pótoltuk be az anyagot, hogy tájbuszokon mentünk Németországba, és akkor a tájbuszokon tanultunk. Hát nehogy tájföld jusson valakinek most eszébe. Tájakat járó buszokról van szó. Tehát mentünk külföldre, és hát amikor hazajöttünk, akkor be kellett sokat buktolni. Ment a gyerekkorus külföldre, sokat. Arra emlékszem. Finnországtól Svédországig, igen. És Lettországig, és nem tudom. Mindenfele. Ugye nagyon sok felé jártatok. Úgyhogy gyerekkorodban már ez beépült, hogy a zene az központi szerepet meg játszik. Meg az, hogy mennyire sokat kellett ezért próbálni dolgozni. Tehát ez így összefort valószínűleg. Az nem merült fel, hogy te klasszikus zenész legyél? De fölmerült. Én egyszerre készültem a színművészeti főiskolára és a zeneakadémiára. Feldobtam egy érmét, mert nem tudtam, hogy melyik művészeti főiskolára jelentkezzek, mert csak egyre lehetett, uh-huh. És mellette még angol szakra jelentkeztem a beltére. Bölcsészkarra. És akkor hát most melyik legyen, a karvezetés legyen, vagy a színművészeti. És akkor a színművészeti jött ki, és akkor arra felvételiztem. És ott rögtön felvettek, Horva István, igen. Kapás Dezső osztály. Azt tudom, hogy oda jártál. És így akkor eldőlt, hogy akkor oda megyek. De akkor még nem volt olyan, amilyen most van a zenés osztály. Nem mert volt. Ha lett volna, akkor te biztos abba hát kerülsz. De volt, bocsánat, volt úgynevezett operett musical osztály, de az csak 3 éves volt, uh-huh. Nem 4 éves. És te nem arra mentél. És én nem arra mentem, én a prózára mentem, mert annak nem volt semmiféle rangja valahogy. Úgy mindenki úgy lenézte olyan, és még futottak még, és gondoltam, hogy ott tudok én már énekelni, nem kell nekem arra menni, mert elmegyek a prózai tagozatra, megyek oda föl. És ott jól érezted magad? Jó, a nagyon jó iskolán, tehát volt. Ez akkor nagyon jó, nagyon jó osztályunk volt. És remek Gáspár tanárok. Gáspár Sándor, Papfera, Bán János. Belük? Pár, igen, így voltunk, igen. Uh-huh. Szóval mindenkiből komoly szakember lett, igen, színész. Igen, igen. De amikor elvégezted a főiskolát, akkor már tudtad, hogy a hangoddal, az ének hangoddal akarsz majd valamit kezdeni? Nem tudtam, sőt, nem is derült ki a főiskolán. Tehát nem volt nem volt olyan erős az ének vagy zenei képzés, de engem ez úgy nem érdekelt, hanem majd lesz valami, és akkor az élet hozta az a véletlen. Tehát nem is tanultál akkor énekelni a főiskolai idő alatt, amennyit kellett? Hát csak amennyit kellett, igen. De úgy külön nem, tehát voltak zenés vizsgák, de nem volt egy extra. De nem semmi. Mondták, hogy hú, Krisza, neked gyönyörű hangod van, ezzel valamit kezdeni kéne? Nem, senki nem foglalkozott különösebben. Nem volt így. És akkor ez mikor lett? És akkor én egy még főiskolásként játszottam Gyulán, ahol a Várhegyi Terézzel játszottam egy darabba, aki a Miklós Tibornak volt az első felesége, és
a Tibi akkor már a fejébe vette, hogy ő meg akarja csinálni az Evitát. Igen. És akkor mondtam, hogy mutasd meg. Megmutatom, mondom, én ezt el tudom énekelni. Tényleg? Jaj, de jó. És akkor odaadta. Én így lettél Evita? Így, és akkor meghallgatta, hogy én hogy éneklem, mert ugye megkaptam a szöveget, és akkor ráénekeltem neki a izével, és azt mondta, megvan, megvan, és akkor onnantól kezdve végig hurcolt engem a városon, vitt a Várkonyi Matyihoz, meg még a Szörényi Leventénnél is jártunk, mindenkihez vitt, hogy megvan az ő Evitája. Ó, és akkor így kezdődött. Ennyire büszke voltam. És tehát én voltam így a Rock Színházból az első színész, és akkor aztán mindenkit én is hívtam, akit tudtam, tehát úgy állt össze ez a csapat. Tehát akkor alakult ki tulajdonképpen a Rock Színház, hát mint az, olyan, az nem még volt eddig. Volt. Hát egyáltalán igen, nem volt, az utána lett. Az veled kezdődött. Igen, igen, igen. És az Evita szereplésed hát ez, az élmény volt, hát ez a Margit Szigeti 10 előadás, hát ez tényleg mint a mesébe. Tehát csak annyi volt? Azt hittem több. Ott 10-szer, aztán mert úgy kaptunk rá akkor engedélyt, senki nem gondolt, hogy ez egy komoly előadás lesz, és akkor ezt engedték jogdíj nélkül. Hát 79-ben mutatták be a Broadway-nát. Jogdíj nem képzeled, nélkül hogy 80-ban megengedik. És hogy lehet, hogy valahogy megengedik. Nem tudom, hogy ez már hogy volt. Nagyon az, hogy ügyes embernek kellett lennie ott a háttérben. Igen, és akkor 84-ben már játszottuk a Park színpadon, tehát akkor eltelt akkor négy év, de akkor már kellett nyilván persze, fizetni persze, érte. Persze, persze. Sőt, akkor már jöttek a szerzők. Hányszor énekeltél Evitát? Nem is tudom, mert aztán Nyugat-Európában is mentünk, ott németül énekeltem. Tényleg? Ilyen jól tudtál, tudsz németül, vagy aztán? Hát egy kicsit tudok, meg jött egy az ügynökségtől, akik kivittek minket, jött egy korrepetitor, aki betanította. Aki aztán keményen belénk verte. Igen. És sikeretek volt Németországban. Óriási siker volt, igen. Ez csodálatos, hogy egy magyar Evita Németországban. Weinichtum mich Argentina, ugye így szól a... Weinichtum mich Argentina, így szól a nagynótának a közepe. Igen, de, nagyon vicces. De akkor már azért nyilván érezted, hogy ez az irány, hogy hát ez megy ez neked. Hát ez akkor átszólt, ez tényleg akkor átszólt, hogy nem is gondoltuk volna. Hát ráadásul olyan külsővel is rendelkezel, és rendelkeztél, én nagyon jól emlékszem a rádióban, mi sokszor találkoztunk, hát mindenki utánat fordult, a fenékig érő hosszú szőke hajad, és az egész jelenség olyan volt, hogy ha megjelentél, akkor mindenki így felnézett. Úgyhogy egy adottsága is volt az, hogy neked valami ilyen szintérre kell jutnod. Hogy folytatódott ez? Hát aztán ugye megalakult a Rock Színház, akkor én ott nagyon sok szép szerepet játszottam, aztán már kevesebbet, úgyhogy aztán én onnan eljöttem, mentem a Madách Színházba, de ott is éppen igazgatóváltás volt, ott nem kaptam új szerepet, csak átvett szerepeket. Jóval később a Mamma Mia-t. Eljöttem, és hát akkor a Mamma Mia-val itt visszatértem kvázi a Madách Színházba, az volt egy nagy... Hát, amit több mint 150-szer játszottam. Itt tehát akarnék mondani egy közbevetett mondatot, hogy én annyira felnézek rád, és még mindenkire, megmondom, aki képes arra, amire te, és nagyon kevesen vannak ilyenek, hogy meg tudtad tenni magaddal, hogy azt mondtad egyszer csak egy ponton, hogy eddig, és nem tovább. Hát, és nem igen, játszom el, hogy én még mindig virgonc fiatal kislány vagyok. Hát nem vagy játszom egy, el, hogy... Hát egy anyu, fiatal anyuka, hát ugye a lánya meg férjhez megy. Max 38, de jó, eljátszom, már 58 volt, amikor kezdtem. Tehát, és játszottam 8 évet, és akkor azt gondoltam, hogy hát kell ennek egy végét. Szólt valaki, vagy te magad nem, gondoltad? Nem, ezt én teljesen egyedül. És nem volt borzasztó nehéz döntés, mert csak azért, hogy aki nem tudná a Mamma Mia-ban a te Donna szereped, az akkora siker volt, hogy örjöngve nem lehetett jegyet kapni, nagyon igen, sokan igen, bementek és örjöngve tapsoltak, és hívták is az előadást. Tehát, hogy ez tényleg a sikertörténetek csúcspontja igen, volt. Igen, igen, hát ez ennek, nagyon nagy élmény volt. Hát gondold el, 17-szer játszottam Szegeden. Csak Szegeden, és Szegeden is a mi szereposztásunkat hívták vissza 4 nyáron át. Tehát ez nem is tudom, hogy ez volt egy ilyen sorozat. Ez egy élvezetes dolog volt egyébként a Mamma Mia-t játszani? Hát ez nagyon jó volt játszani. Tehát én imádtam, szerettem, nagyon élmény volt. Tehát nehéz volt tőle elválni, de azt gondoltam, hogy... Azért is kérdezem, hogy ezt hogy tudtad eldönteni, és milyen álmatlan éjszakákat okozott, hogy ezt magaddal megmondom, így megbeszélt. Júli, én úgy gondoltam, hogy én nem... Azt a pillanatot nem akarom megvárni, amikor a rendezőm azt mondja, hogy
vagy bár, szóval nem akarom ezt, hogy aj, most mit ugrál itt már ennyi idősen, meg most aj, miért mondja, hogy 20 éve történt, amikor már egy vicces, hát nagymama. De főleg, amikor ilyen a unokámkori partnert kaptam lánynak, meg a fiamkori partnert kaptam szerelmemnek, akkor úgy jó, a színpad persze segít, hát sokkal a távolság, segít a világossácsítás, az öltözék, hát azért a smink. Akkor is, szóval igen, jó, nem akart elerőlködni magyarul. Nem akartam, hogy ilyen helyzet legyen. Le is esett egy kő a szívedről, mikor ezt bejelentetted? Vagy vissza akartak tartani, és... Hát az még úgy jól esett volna, ha visszatartanak. De nem. És akkor, de nem tartottak vissza. De én tudom, hogy ilyenkor mi jár a Szirtes Tamás fejébe, és meg is értem az ő szempontját. Nagyon szépen beszélt rólad, láttam egy videóban, hogy mennyire hálás volt neked azért is, hogy ezt így végigcsináltad, meg azért is, hogy te magad jöttél erre és ilyenkor, a döntésre. És ilyenkor a színháznak ez mindig egy újabb lehetőség, hogy jön egy új beálló, akkor akkor uh-huh. megint föl lehet habosítani az egész történetet, tehát nincs ebben baj semmi. Csak azért fűztem ezt így be, mert az is érdekel, és ez egy nagyon fontos tudás, amivel te rendelkezel, másoknak is át kéne adni, hogy nincs vége, tehát, hogy az ember ilyenkor nyilván elkezd azon gondolkodni, hogy de hogyan tovább. És hogy akkor most merre indulok tovább, ahhoz neked azt is tudnod kellett, hogy mire vagy még képes. És hogy te dalesteket, meg nem csak dalesteket, hanem szöveges esteket is kitaláltál magadnak, azt gondolom, hogy már akkor így benne volt a saját kalapodban, és ezzel át tudtál nyergelni egy kicsit más pályákra. Hát így képzelem. Én elég régóta csinálok saját dalokkal lemezeket, tehát van egy ilyen énekesnői pályám is, és most úgy gondoltam, hogy akkor lehet, hogy ezt egy picit most erősebben fel kell erősíteni. Nem, mintha nem vágynék arra, hogy színpadon legyek. Tehát nagyon örülnék, hogyha lenne erre lehetőség. Hát de... ezzel a bibliasóval azért színpadon vagy. Hát színpadon vagyok, meg a, van ez a saját estem, ami most lesz 16-án. Arról majd mindjárt kérdezlek. Jó. Tehát, hogy igen, színpadon vagyok, de szerepben és darabban és kollégákkal, annak, hát arra én nagyon vágyom, de mondtál. Azt is tudom, mert mondom, mivel pont azért, mivel én is rendezek, és hogy mindenütt megvannak a saját emberek, és ráadásul így 60 fölött a szerepek elfogynak, tehát nincsenek női szerepek, tehát nem vagyunk elkényeztetve színészek, és az a pár remek színésznő a korosztályomból, az bőven eljátsza azokat a szerepeket, amiket én is játszhatnék, de én nem vagyok ott, nem, tehát máshol vagyok. És ezt én elfogadom, tehát inkább akkor... Tehát erre koncentrálsz, hogy minél több remek ötleteid vannak különben, hogy Budapestről írtok szöveget, vagy Péter, gondolom, Péter, Fábri Péter, igen, a társad. Csináltam, vagy... meghívtam ehhez társakat, mint Nádasdi Ádám, vagy Nyári Krisztián. Nagyon tehát jó velük ötlet együtt volt. Csináltam ezeket, illetve... És hát a rádióban is nagyjából hasonlóképpen gondolkozol, és próbáld a dalt, és a tartalmat nagyon ügyesen összehozni mindenképpen. De azért azt is megkérdezem, hogy nincs-e problémád azzal, hogy az ember hangja is öregszik, vagy az nem öregszik? Én nem tudom, nekem azt mondták, hogy az én hangom még most is olyan, szerintem amikor éneklek. Is, de hogy lehet? Mert hogy annyi mindenen látszik az emberen, hogy hány éves, és a hangodon nem. Nem, hál' Istennek. De ez másoknak is, nem, másokkal is így van? Nem tudom. Van, aki szerencsés, és akármeddig tud énekelni. Nem rengeteget tudom. Gyakorolsz? Hát nem rengeteget, de készülök, hogyha kell. Persze, tehát te otthon éneklek. Odaállsz, és énekelsz, igen, vagy elmegy... olyan stúdióba, vagy olyan helyszínre, ahol mikrofonnal... Vagy olyan énektanárhoz, nem, olyan nincs külön. Hát most már kevésbé, mert tudom azokat a... Tehát vannak trükkök. ...képző gyakorlatokat, amikkel én felkészülök. Ez olyan, mint a torna? Kicsit olyan, mert ezek is izmok, persze. Igen. Tehát, hogy a mamma, igen, mami, hát, igen, hát ezt az karban kell tartani. És ez folyamatosan karban, igen, kell tartanod. Van egy csodálatos lányod. Igen. Aki külföldön él, méghozzá úgy, hogy sokat jön haza. Sajnos szerencsére, ezt tudom erre már mondani. Igen, sajnos szerencsére, ez abszolút pontos megfogalmazás, és kiváló művész, zene
művész, csembalista. Igen, igen. Gyönyörű szépen játszik, én már hallottam őt játszani, és beszélgettem is vele, és azt is gondolom, hogy az egy különleges szimbiózis, ami közöttetek létrejött azáltal, hogy ő a muzsikát választotta. Hát sok-sok évnek kellett eltelni ahhoz, hogy én azt merjem mondani neki, hogy gyere, lépjél fel velem, mert nem akarta ő sem, nem akarta ezt, hogy az én lányom, ő a saját jogán. De ebből volt is feszültség? Nem volt feszültség, csak amikor én csináltam egy nagy ilyen, hát egy ilyen önálló estet, egy ilyen best of, a MIPA-ba csináltam egy nagy koncertet, és akkor úgy éreztem, hogy na most, ha van egy dal, a Green Sleeves, azt olyan gyönyörűen el tudnám képzelni, hogyha ő lekísérné csembalón, és nagyon boldogan De részt vett. De annak ki írta meg a zenéjét? Az egy népdal, és a Péter fordította még régen, én ezt énekeltem az egyik lemezemen, és akkor az gyönyörűen szólt csembalón. Úgyhogy akkor eldöntöttük, hogy folytatjuk. És a Flóra szívesen vállalta Boldogan ezt. Vállalta, és akkor utána a Biblia show-t már ő találta ki, hogy ez legyen, a Biblia legyen a téma, és akkor azt is vele csináltuk, vele Na, játszottuk. Erről a Biblia show-ról mesélj egy kicsit, mert ez nehogy valaki azt gondolja, hogy ez egy vallástörténeti est. Nem, itt a cím az azért, az azt jelenti, hogy mint a spotlámpák, hogy a Biblia ugye az egy felfoghatatlanul gazdag nagy anyag, hogy mint a spotlámpa fénye ide is világít, aztán oda világít egy-egy olyan történetre, ismertebb történetre, amiből kiindul az a dal. És tulajdonképpen ezek dalok, csak a forrás az a Biblia. Tehát a történet az mindig a Bibliához kötődik. Igen. És ez Flóra ötlete volt, hogy ezt A Biblia csináltok? Téma a Flóra és miért, ötlete miért volt. Miért érdekelte hát ez? Hát nem azért, hanem mert a zsidó művészeti napokon csináltuk, és Vados Vera mindig felkért csinálni újat. Ez egy felkésre történt, és így készült. És de hát oda mindig újat kellett kitalálni, de valami olyannak kellett lenni, ami valahogy a zsidó kultúrához kapcsolódik. És akkor mondta a Titi, hogy hát de miért nem a Biblia? Mondta Flóra, bocsánat. Titi otthon. Igen. Na, és akkor végül a közelgő új esemény, ami alig jöttél haza a Tájföldről, már készülsz is rá nagyon. Hát igen, ez jövő héten lesz, pénteken, 16-án a Madácsban, a Tolnai Szalomban. Itt a saját szerelmes dalaimat fogom egy csokorba összeválogatva elénekelni a nézőknek. De hát annak is a nagy részét Péter írta, ugye? A szövegét, úgy gondolom, a majdnem 95%-át a Péter írta, és hát azokkal a zeneszerzőkkel, akikkel én eddig dolgoztam. Gallai Péter, hát ő sajnos már nem él, de a legtöbb szép dalt ő írta nekem még régen. Wolf Péter, Szirtes Edina Mókus, Vedres Csaba, Bornai Tibor, Gerendás Péter, ők ez a hat zeneszerző van, és van Péter a szövegekkel. És ennek az a címe, hogy a híd felé, hát ez volt az én legnagyobb slágerem. Az a slágerem. Fődalod, igen. És hát az az érdekessége, hogy egyedül vagyok a színpadon, tehát én kísérem magam zongorán igen. És gitáron, és mert tulajdonképpen... Nem egyszerre, mert az egyszer zongorázol, egyszer gitár. Igen, azt azért még nem próbáltad, az hogy nem, egyszer az nem, az nem fog lenni. Csak szerelmes dalok. Ezek csak... De érdekes, hogy egy olyan dalt választottál, igen, ez a te fődalod, ami valójában egy elválásról szól. Hát a szerelemben az is benne van, a szakítás is, és valamiért, én nem tudom miért van, de mindig a legszebb dalok az ilyen lírai, igen, gyönyörű dalok, fájdalmasak. Azok fájdalmasak, abban fájdalom van, szakítás van, valaminek vége van, valami után vágyakozunk, és akkor a vidám dalok tök jó hallgatni, de azok nem érintik meg annyira az ember lelkét, mint ezek a szép, gyönyörű, nagyívű, csodálatos dalok, úgyhogy egy-kettő ilyen lesz, de azért lesz vidám dal is. Azután mi következik, ha lement ez a madácsos ha lement a, dolog? Ez a menet, akkor Szirtes Edina Mókus és Fábri Péter írtak nekem egy új lemezanyagot, és ennek lesz majd májusban a bemutatója a Rumbach zsinagógában, úgyhogy arra készülünk, illetve a szövegek már megvannak, a témája a víz, ennyit tudok most így előre elmondani, hogy minden, ami a vízzel kapcsolatos. És most várjuk, hogy most már a Mókus is megírja, utána megyünk a stúdióba, utána összerakjuk a kontakt. Tehát akkor ez így készül. Akkor utánam az özönvíz. Utánam, igen. Kovács Kriszta volt a vendégem a mai Dobszerdában. Nagyon élvezetes volt veled beszélgetni. Köszönöm, hogy itt voltál. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Viszont hallásra!